Kapcsoljuk F. Kovács Sándort, városunk és térségünk országgyűlési képviselőjét. A parlament elfogadta a veszélyhelyzeti törvényt 137 igen, 57 ellenében. Az ellenzéki pártok nem szavazták meg a törvényt, de ennek ellenére folytatható a védekezés. A kormánynak kezében vannak azok az eszközök, amelyeket meg tud hozni azért, hogy Magyarország biztonságban legyen, hogy egészségünk védve legyen. Arra kérek mindenkit, vigyázzunk egymásra, aki teheti, maradjon otthon.